Ciao a tutti, ez itt a Club Marini. Ismét elérkezett az év ezen időszaka, sokan már a fát is feldíszítettétek, jönnek az ajándékok, a közös ebédek és vacsorák. Egy dolgot viszont tisztáznunk kell, mielőtt belemerülünk a témába. Nem mindenki karácsonyozik egyformán. Hogy mit értek ez alatt? Vannak, akik, mint én is, otthon, családi környezetben, meleg és kényelmes ruhában ünnepelnek. Aztán vannak olyanok is, akik szintén otthon, viszont formálisabb módon ünnepelnek. A meghívottak között általában munkatársak vagy távolabbi rokonok vannak. És olyan is akad, amikor egy hotelben vagy egy étteremben kerül megrendezésre az összejövetel, ilyenkor még jobban oda kell figyelni a dress code betartására. Ezekre az összejövetelekre más és más megjelenés dukál. Lehet, hogy nem a legjobb választás, amikor a szexi szűk ruhánkat éppen egy családi ebédnél vesszük fel, amikor tudjuk, hogy ott lesz a nagymama, a nagypapa, meg az unokatestvér, aztán még az ajándékozás előtt szívinfarktust hozunk mindenkire. Úgyhogy lássuk, mik azok a színek, anyagtípusok és ruhadarabok, amik erre az ünnepre megfelelőek és alkalomhoz illőek. Először is nézzünk meg pár alapszabályt, ami a karácsonyi stílust jellemzi. A szakértők azt mondják, hogy a ruhadarabok, amiket ilyenkor viselünk, tükrözniük kell az ünnep hangulatát túlzások nélkül. Túlzás lehet például a mélyen dekoltált felső rész, a túl rövid, illetve túl szűk szoknya vagy ruha, illetve a túlságosan csillogó ruhadarabok is. Ezeket őrizzétek meg a szilveszteri időszakra, amikor minden a csillogásról és a bevállalásról szól. Kezdhettünk volna mással? A piros a karácsony egyik alapszíne, és idén szerencsések is vagyunk, hiszen az üzletek tel is tele vannak piros darabokkal, hiszen a szezon egyik meghatározó trendszíne. Az outfit, ami karácsony kompatibilis, nem feltétlenül jelenti azt, hogy totál pirosba kellene öltöznünk. Elég, hogyha csak egy kis részlet jelenik meg ebből a színből, legyen az egy piros cipő, egy piros táska, vagy akár egy piros öv. Következő megoldás lehet, ha egy ruhadarabot piros, legyen ez egy jó meleg piros pulcsi, vagy egy szoknya. A bevállalósabbak extrém megoldásként kosztümöt is felvehetnek ebből a színből, hiszen tudjuk, hogy a piros plusz kosztüm egyelő idei szezon trend. Szintén nagyon karácsonyi szín, hiszen a havas tájra, illetve a fehér karácsonyra emlékeztet bennünket. Sokak viszont ennek ellenére sem tekintik jó választásnak, viszont egy jó meleg kötött fehér pulcsi, vagy egy tört fehér ruha extrém módon lehet sík. Egyszerűen csak egy piros rúzzsal társítva tökéletes. Aki nem hiszi, próbálja ki! Ez a szín nagyon jól passzol mind a pirossal, mind a fehérrel. Egy dolog van viszont, ezt a három színt együtt nagyon erőltessük, ha csak nem karácsonyfa a kereszt nevünk. Ennyit a zöldről, menjünk tovább. Tartán, vagyis magyarul a skót kocka, ez is egy olyan minta, amiről egyből a karácsony jut eszünkbe. Lehet azért van, mert hogy a hegyekre, a forralt borra és a kandallóra emlékeztet mindannyiunkat, úgyhogy bátran használjátok szoknya vagy nadrág formájában, de egy egész ruha is lehet belőle, viszont egy fontos dolog van, ami ezt a mintát érinti, ezzel társított többi ruhadarabnak egyszínűnek kell lenniük. Az elmúlt szezonban a bársony már divatban volt, úgyhogy ha van olyan darabotok, amit tavaly, nyugodtan szedjétek elő, egy bőszárú nadrág vagy egy hosszú ujjú ruha tökéletes választás lehet. Amellett, hogy elegáns, elég testes, hogy ne fázzunk meg benne. A nők nagy többsége rajong a csillogó darabokért, és ennek szeretnek is hangot adni, főleg, ha ünnepekről van szó. Nos, karácsonykor elég, ha a részletekben jelenik meg, a teljes csillogást, ahogy az videó elején is mondtam, hagyjuk szilveszterre. Tartsuk észben, hogy nem diszkóba, hanem családi vagy hivatalos összejövetelre készülünk. Nem táncolni megyek. Ha a ruházatunkon vannak flitterek, például egy csillogó blézer, figyeljünk oda, hogy a többi felület mat legyen, vagyis ne csillogjon, és itt is egyszínű. A fémes hatású anyagoknak hihetetlen erejük van fényt adni az összeállításnak. A szabály itt is ugyanaz, mint a glittereknél, a kevesebb ez alkalommal több, és egyszínű anyagokkal párosítsuk. Ha úgy döntötök, hogy ruhában jelentek meg, akkor a midi hossz lesz a megfelelő, ez azt jelenti, hogy a tért közelében. Ruháknál fontos, hogy olyat választhatok, aminek hosszú ujja van, mert télen a szabály egyértelműnek veszi, hogy az ujjatlan darabokra majd valamit fölvesztek, és innen kezd el bonyolódni a dolog.
Ha mégis újatlan a ruhátok, akkor a legjobb, hogyha egy blézert vagy egy egyszerű kardigánt vesztek fel rá. Ennyi fért bele a mai karácsonyi stílus videóba, remélem tudtam pár hasznos tanácsot adni így az utolsó pillanatban az outfit kiválasztásához. Ha szeretnétek megosztani velem, illetve a nagyvilággal az összeállításotokat, ezt a Club Marini hashtag alatt megtehetitek Instagramon. Addig is kövessétek a Marini Facebook, illetve Instagram oldalát. A weboldalon, a blog szekció alatt pedig megtaláljátok az eddigi összes videót egy helyen. Köszi, hogy ismét velem tartottatok, találkozzunk legközelebb, addig is kellemes és békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek. Ciao!